Július első hetén rendezték meg a Speciális Művészeti Fesztivál Tamásiban. A rendezvény keretein belül az érdeklődők hétfőtől csütörtökig az ország különböző pontjairól érkezett csoportok fellépéseit és alkotásait tekintették meg. Speciális Művészeti Fesztivál, vagy más néven van fesztivál, amely azt jelenti, hogy értelmi fogyatékos emberek művészeti, kulturális fesztiváljára érkeztek az ország több részéből tagintézményeink, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tagintézményei. Ez a fesztivál 35 évvel ezelőtt, pontosan 36 évvel ezelőtt indult 1987-ben Egerből, de a 35. fesztivált rendezzük. Sajnos egy fesztiválunk a járvány miatt az elmúlt években kimaradt, és Eger és Tamási úgy kapcsolódik össze, hogy Egerből indult a fesztiválnak a néptánc és népdal találkozó része, Tamásiban pedig a 90-es évek elején a verses prózamondók és színjátszók találkozóját rendezték meg, tehát értelmefogyatékos emberek számára. És ez a kettő egyesült, így jött létre egy összművészeti fesztivál, amely aztán az elmúlt években a VAM Fesztivál nevet kapta. A fellépések változatosak voltak, táncosokat, zenés előadásokat is láthatott a közönség. Akik a műsorokat megnézik, tehát lényegében a fesztivál több program sorozatból áll. A fő része lényegében annak a 22 szociális intézményi csoportnak az előadása, amely zene, ének, tánc, néptánc, társastánc, színjátszás művészeti ágakban különféle bemutatókat tartanak, értelemfogyatékos művészek, alkotók, és a nézők a hétfő este, kedden, szerdán ezeket a bemutatókat láthatják. Ezt egészítik ki olyan programok, mint például ma az Ajkai Hangadók zenekar koncertje, amely már a szabadtéren kerül megrendezésre, illetve van két kiállításunk, amit az érdeklődők megnézhetnek. Az egyik Fábián Gábor fotográfusnak az Arcképek című portréfotó kiállítás, amely fesztiváli portrékat jelenít meg, a másik pedig a Budapest Újpalotai Énónak a szabadtéren felállított kiállítása, amely különféle idézeteket adott a sérült alkotók szájába. Többek között a Hangadók zenekar is fellépett, akik egyenesen Ajkáról érkeztek a fesztiválra. A Hangadók zenekar Ajkáról jött, és a Molnár Gábor Műhely Alapítványnak a zenekar, ahol sérült fogyatékos fiatalok zenélnek. Most ugyan két kísérővel, a gitáros és a basszusgitáros, akik képek, de a zenekar többi tagja fogyatékkal élő. A dobosunk például vak, és ő az énekes is. A Hangadók zenekar idén novemberben 15 éves, tehát egy viszonylag nagyobb múltra visszatekintő zenekar, és ilyen 55 dalos repertoárunk van, úgyhogy igazándiból elkezdjünk egy elejét, aztán majd érezzük, hogy mi megy, mi nem megy, és mindig arra haladunk abba az irányba. Saját dalok is lesznek, valamint feldolgozások a Petőfi Rádió irányból és a Retro Rádió irányából is. A rendezvény egyik főbb célja a speciális művészet ünneplése és bemutatása mellett a társadalmi integrálás. Talán mindenki tudja, hogy az értelemfogyatékos emberek vagy bentlakásos intézményekben laknak, vagy családokban élnek, és nappali intézményekben vagy iskolákban járnak, de mégis egy viszonylag zárt közösséget alkotnak. Egyrésztről ennek a zárt közösségnek kíván a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület a rendezvényeivel és ezzel a kulturális fesztivállal egy nyitottságot adni, tehát hogy egy héten át valamely magyarországi befogadó városban vannak ezek a csoportok, itt részei az itteni kulturális életnek, és itt lépnek színpadra. Ez az egyik oldal, hogy a tagintézményekben élő fogyatékos embereknek élményt adjunk, találkozási pontot, és egy hetes kulturális feltöltődésnek szoktuk mondani. A másik része pedig a társadalmi integráció egyszerű módon fogalmazva, hogy ezzel a fellépésekkel, azzal, hogy ők olyan művészeti színvonalon mutatják be a produkciókat, hogy az már valóban színpadra kívánkozik, hogy ezekkel a fellépésekkel megmutassuk őket egy adott város, jelen esetben Tamási közönségének, a város lakosságának, és ezzel úgymond érzékenyítsük a lakosságot, és talán növeljük a befogadást, illetve a toleranciát.